Köszöntöm a nézőket, a Pannon televízió híradóját látják. Ma január 12-e van Veronika és Csongor névnapja. Ma van a vallásszabadság napja. 86 éve először jelent meg a Mickey Egér képregény. 75 évvel ezelőtt Zürichben meghalt James Joyce, író, költő. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Az alacsony felvásárlási árak miatt a sertéstenyésztők az állomány felszámolásán gondolkodnak. Öngyilkos merényletet követett el egy szír állampolgár Törökországban, legalább 10 meghaltak. Továbbra sem csökken a Szerbián keresztül haladó migránsok száma. 50 éve 4 kalandvágyó topolyai fiatal megmászta a Mont Blanc-t. Elégedetlenek a vajdasági gazdák a sertés felvásárlási árával. Településenként más-más árakon mozog a sertés, és szinte naponta változik. A legutóbbi árak szerint a malac kilogramja 165, a hízóé 120, még a kocáé csupán 100 dinár. Bazsó Gábor gyermekkora óta foglalkozik sertéstenyésztéssel, nem elégedett a jelenlegi felvásárlási árakkal. Novemberben még 150 dinár volt a hízó ára, ma már 120 dinárért is vehetünk vágnivaló sertést. A malac kilója 165, míg a kocáé 100 dinár a tenyésztőknél. A gazda szerint, ha továbbra is ilyen olcsó lesz a sertés, többet ér felszámolni az állományt. 140-150 dinár lenne a hízó optimális ára. 2 éve kezdtük így ekkorába, ami rossz döntésnek tűnik, mert most éppen fogtuk tényleg ezt a rossz tavait is, és az ideit is. Hát csináljuk, majd meglássuk, mit hoz a jövő. Ha jobb nem lesz, akkor valószínű, hogy abba kell hagyni. Mert így, hogy ez a 120-30 dinár, ez nem nagy profitot hoz. A sertéshúsra télen van a legnagyobb kereslet. Az egyik csantavéri hentes üzletben azt mondták, elégedettek a forgalommal. A vevők inkább az üzletekből szerzik be a hentes árut, ahelyett, hogy otthon vágnának disznót. Combhús, adnak 389 dinár kilója, vagy pedig vannak a karajok, a nyakkaraj vagy a szárazkaraj, ennek 350 dinár kilója. Vagy pedig van a szalonna, ennek 349 dinárja, ez a hamburgi szalonna, ez a gyönyörű szép húsos szalonna. Van a toka szalonna, ennek 229 dinár kilója, vannak a csülkök, ennek is 229 dinár kilója, vagy pedig a fehér szalonna, annak 169 dinár kilója. Szabadkán ez valamennyivel drágább, 400 és 650-700 dinár között mozog. Sokan próbálkoznak külföldön megvásárolt termékek eladásával. Egy arcát nem vállaló úgynevezett magyar árusnál a szalonna ára 650, a csont nélküli sonkáé 950 dinár. A piacokon külföldről behozott késztermékeket is találhatunk. Az árusok nem kívántak kamerák elé állni, viszont azt mondják, sokkal jobban megéri így vásárolni és eladni, mint hogyha hazai termékeket árulnának. Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakértő szerint az emberek sokszor a termék árát és nem csak a minőségét nézik. Így nem biztos, hogy ellenőrzött, biztonságos húst vásárolunk meg. Termékek tulajdonképpen mondhatom azt, hogy háromszoros ellenőrzésen esnek át, mivel egyszer a kibocsátó ország, legyen az Európai Unió területén Magyarország, Németország, Dánia, Hollandia, az ottani állategészségügyi hatóság egyszer ellenőrzi a hatósága a határon, és egyszer a forgalomba hozatal előtt még ellenőrzi az állategészségügyi felügyelőség. Bárhol is vásárolunk, akár élő állatot vagy húskészítményeket, a legfontosabb, hogy megbízható forrásból vásároljuk meg. Legbiztosabbak akkor lehetünk, ha üzletben vásárolunk, mert ott a legnagyobb valószínűséggel minden termék átesett a kötelező ellenőrzéseken. Húst importálnának az oroszok Szerbiából, és továbbra is igényt tartanak a szerbiai tejre és tejtermékekre, erősítette meg az orosz mezőgazdasági tárca küldöttsége, miután egy újvidéki húsfeldolgozó üzemben tett látogatást. Oroszország szorosabbra fűzné az együttműködést Szerbiával, és más mezőgazdasági termékekre is számítanak, szerbiai zöldségekre és gyümölcsökre. Az orosz importtal kapcsolatos konkrét döntéseket várhatóan áprilisban hozzák meg, amikor a szerb és az orosz mezőgazdasági miniszter ismét találkozik. A tervek szerint akkor Medvegyev orosz miniszterelnök is Belgrádba utazik majd.
Magyarországon nő a sertéshús iránti kereslet. A disznóhús áfáját 27-ről 5%-ra csökkentenék az év elején, így jelentősen esett az ára. Az áfa csökkentés a feldolgozott húsra, például kolbászra, szalámira, szalonnára nem vonatkozik. Fazekas Sándor magyar földművelésügyi miniszter ma azt mondta, 10-15%-os forgalombővülésre számít a sertéshús piacán. A miniszter azt is jelezte, hogy az áfa csökkentés országos szinten a családok élelmiszerre fordított költségeinek mintegy 25 milliárd forintos mérséklését jelenti. Az áfa csökkentés célja egyébként a magyarországi sertéstenyésztés ösztönzése és az áfa csalásokkal terhelt sertéshús piac kifehérítése. Legalább 10 halott és 15 sebesült a mai nap nem a városnézésről szólt az Isztambulban kirándulók számára. A város egyik leglátogatottabb turista negyedében merényletet követtek el. A kora délutáni órákban Recep Tayyip Erdogan török elnök is megerősítette a hírt, hogy merénylet történt. Az elkövető egy szír férfi, aki az iszlám állam tagja volt. Az áldozatok többsége német állampolgár. Sok alatt levő emberek, száguldó mentőautók Isztambul egyik legforgalmasabb részén, a város szívében található Szultánahmet turista negyedben. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, a helyi hírforrások szerint egy német turista csoport mellett. A merényletnek eddig 10 áldozata van, a halottak száma tovább nőhet, sokak sérülése ugyanis súlyos. Szerb és magyar sérültekről nem tudni. A helyszínre kiérkező mentők azonnal ellátták a sérülteket, minden perc számított. A CNN türk-török tévécsatorna információi szerint 15 személyt szállítottak kórházba, közülük néhány dél-koreait, peruit, egy norvég és 6 német turistát. A német külügyminiszter arra hívta fel a Törökországban tartózkodó német állampolgárok figyelmét, hogy a napokban kerüljék a forgalmas helyeket. A török hatóságok szerint ez a robbanás csak a kezdete lehet egy merénylet sorozatnak. Ahmet Davutoglu török miniszterelnök ezért vészhelyzeti tanácskozást hívott össze, amelyen a török belügyminiszterrel és a török titkos szolgálat vezetőivel is egyeztetéseket folytat. Recep Tayyip Erdogan török elnök az eset kapcsán kiemelte, szolidárisnak kell lennünk, kéz a kézben kell harcolnunk a terrorizmus ellen, ebben Törökország mindig partner volt. Törökországban július óta fokozott a terrorkészültség, legutóbb december 30-án készültek merényletre, akkor a rendőrségnek sikerült megakadályozni az akciót, és 2 feltételezett dzsihadistát vett őrizetbe. Korábban a szíriai határ mellett 32-en vesztették életüket öngyilkos merényletben. Ankarában 2 robbantásban több mint 100-an haltak meg tavaly ősszel. Minden esetben az iszlám államot vádolták a hatóságok. Részvétét fejezte ki az Isztambulban elkövetett merényletben elhunyt áldozatok családjainak. A sérülteknek gyors felépülést kívánt Recep Tayyip Erdogan török elnök. Elítéli az isztambuli terrorcselekményt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, brutális terrortámadásnak minősítette a merényletet. A Twitteren nyilvánított részvételt a hozzátartozóknak. Angela Merkel, német kancellár az eset kapcsán elmondta, támogatásáról biztosítja Törökországot a terrorizmus elleni harcban. Alekszandr Vučić szerb kormányfő és Áder János Magyarország köztársasági elnöke is részvéttáviratot küldött a török államfőnek. Mindketten elítélik a terrorizmus minden formáját. Egy Moszul elleni bombázásban megsemmisítették az iszlám állam egyik rejtekhelyét, ahol a terrorszervezet nagy mennyiségű készpénzt tárolt, írja a Spiegel. Amerikai közlés szerint több millió dollár értékű készpénz ment veszendőbe az iraki városban, amit az iszlám állam későbbi műveleteire különítettek el. A Pentagon egyik szóvivője szerint 2 900 kilós bombát dobtak az épületre, bár az elpusztított készpénz mennyiségét nem adták meg. Feltehetően ez volt az eddigi legnagyobb összeg, amit így sikerült megsemmisíteni.
április 22-e és május 22-e között lehetnek a tartományi választások Vajdaságban. Pásztor István a tartományi parlament elnöke tisztességes választásokat szeretne, de ez nem csak rajta múlik, mondta a VRTV-nek adott nyilatkozatában. Hozzátette, ha a politikai szereplők erkölcsös választásokat akarnak, akkor úgy is lesz. De ha valami mást szeretnének, akkor ez a választások hangulatára is hat majd. Pásztor szerint logikus volna, ha a tartományi választások egy napon lennének az önkormányzati választásokkal. A pontos időpontot még van idő eldönteni, tette hozzá. Azok, akik elégedetlenek Szerbiában, lehetőségük és joguk van arra, hogy a következő választásokon más mellett döntsenek, jelentette ki sajtótájékoztatóján Alekszandar Vučić. A szerb miniszterelnök arra az újságírói kérdésre válaszolva, ami szerint ez azt jelenti-e, hogy előrehozott parlamenti választások lesznek Szerbiában, kifejtette, a választásokat mindenki szeretné, azonban erről egyeztetni kell a kormány többi tagjával is. A szerb miniszterelnök beszélt a Kumbank arénában történt incidensről is. Mint ismeretes, a vízilabda Európa-bajnokságon a szurkolók kifütyülték a miniszterelnököt, valamint az államfőt és Belgrád polgármesterét is. Vučić szerint a tiltakozás nem neki szólt, és szerinte a vízilabdával kapcsolatban nem lehet panaszuk a polgároknak a kormányra. Što se nas tiče, mi smo za waterpolo uradili sve, obezbedili igračima najbolje pripreme, kupili najbolje bazene, sve ono što su ovi vaši ostali im dužni para mi smo isplatili, dakle sve, isplatit ćemo im i sada kada osvoje medalju. Niko ne može od waterpolista da kaže ni jednu reč, bazeni idu u Vrnjačku banju, kupili smo najskuplje i najbolje bazene u svetu da bi mogli da stvaramo nove plivače, Velju Stjepanovića, da bi mogli da stvorimo nove waterpoliste, nove šampione, da bi uvek naši građani mogli da se raduju. Ne vidim da iko ima šta da mi zameri po tom pitanju, očigledno je da mi ljudi zameraju i meni i nekim drugim ljudima za sve drugo što radimo. Az oktatásfejlesztési stratégia elfogadása után annak gyakorlati megvalósítása következik az idei évben. A Magyar Nemzeti Tanácsra ebben az évben számos teendő vár. A kultúra, a tájékoztatás, valamint a népesedési területen is konzultációk következnek majd. Álláspontok vannak a stratégiákban. Az egyik legfontosabb feladat az idei évben a december végén megszavazott oktatásfejlesztési stratégia gyakorlati megvalósítása lesz. Itt különösen a szerb nyelv megreformálására teljesen új módszereket próbálunk megvalósítani, számítva arra is, hogy Szerbia vállalt kötelezettségének eleget tesz, és a tantervekkel, a tankönyvek megújításával ezt a feladatot elvégzi, de túl hosszú idő ez, hogy kivárhatnánk, úgyhogy itt a Nemzeti Tanácson belül már most januárban különféle akkreditált szemináriumok, képzések kezdődnek el, és mint a órákat, mint a foglalkozásokat próbálunk megvalósítani, különféle javaslatokat is teszünk ezek alapján, hogy az iskolában hogyan lehetne főleg a több magyarság körében a szerb nyelv oktatásának ezt az új módszerét alkalmazni, amelynek lényeg elsősorban a kommunikációra való fektetés, hogy a beszédkészségnek az erősítése, fejlesztése megvalósuljon. Az idei évben nincs olyan korábban elfogadó stratégia, amely lejár, így új stratégiák elfogadása nincs a prioritások között ebben az évben. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a meglévőket cselekvési tervekkel kell kiegészíteni. Mint mondta, a tájékoztatás területén konzultációkra van szükség, hiszen a vajdasági médiumoknak számos nehézséggel kell megküzdeniük idén. Látjuk, hogy mind a magyar szó, mind a hét nap esetében a tartományi támogatások szűkítésével és csökkenésével külön kihívások várnak, nem csak a szerkesztőségekre, hanem ránk is, és tehát ezek a közös megbeszélések. Elkészült tervek alapján azt hiszem, hogy fontos munkát rónak ránk. A Szabadkai Médiaház kérdése is napirendre kerül az elkövetkező időszakban. Az eszmei tervek elkészültek, a Pannoni Alapítványnál kifinanszíroztuk ennek a programnak az elkészítését, és hát lényegében a következő lépések azt hiszem, hogy egy nagyon komoly konzultációt igényelnek, hogy ezek hogyan, miként kellene, hogy megvalósuljanak. Ehhez nagyon nagy anyaországi támogatásra is szükség van, és hát sokféle elképzelésnek kell egy közös nevezőre jutnia ahhoz, hogy mindenki megelégedésére úgy gondoljam, hogy az idei évben teljes egészében tudjuk már, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani az előttünk álló néhány évben.
A kultúra területén is néhány stratégiai elem átgondolásra kerül majd. Hajnal Jenő szerint a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház kérdéskörét újra kell tárgyalni a vajdasági színházak képviselőivel. A népesedés kapcsán az MNT felkérte a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetségét, hogy kidolgozza a népesedési stratégia cselekvési tervét. A tervezet elkészült, így az elkövetkező időszakban szakértői konzultáció után a tanács elé kerülhet majd a dokumentum. Nenad Ivanisevicet, Szerbia szociális államtitkárát választották a kisebbségekkel foglalkozó államközi bizottság szerbiai csoportjának elnökévé. Ő az eddig elnöklő Bojan Pajtić tartományi kormányelnök helyét vette át. Ez a Magyarország és Szerbia között működő vegyes bizottság az előző években nem működött rendesen. Az utolsó ülésük 2011-ben volt. Nenad Ivanisevic hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország között a migráns helyzet ellenére kiváló a kapcsolat, és fontosabb megoldatlan problémák sincsenek. Imamo takvu političku privrednu situaciju da ne postoji otvorena pitanja, nerešena pitanja, pitanja oko koje se spore dve vlade, nego su to sve zajednički odgovori i zajednička pitanja, tako da mislim da je rad komisije veoma važan i mi ćemo već tokom sljedeće nedelje imati sastanak sa naše strane, dakle Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo spoljnih poslova, ja sam do kraja ovog mjeseca sa predstavnicima ambasade Mađarske u Beogradu i polako krenuti u pripremanje sastanka prvog, dakle u ovoj godini, odnosno novog sastava komisije koji očekujemo da će biti u toku februara i moj predlog će svakako biti da taj sastanak bude u Subotici, jer smatram da to jeste važno, dakle da u Subotici bude taj sastanak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Újságíró tiltakozást szerveztek tegnap Szerbia több városában. Edith Piaf 100. születésnapjának emlékére készült előadást láthat a szabadkai és az újvidéki közönség. A dinár árfolyama ma további 0,1%-kal gyengült az euróhoz képest, így a hivatalos középárfolyam szerint több mint 122 dinárt ér az európai valuta. Ez az idei legalacsonyabb árfolyam. A Szerbiai Nemzeti Bank ismét beavatkozott a nemzetközi devizapiacon 20 millió euró értékesítésével. A mostani árfolyam megegyezik az egy hónappal ezelőttivel, éves szinten pedig 0,5%-kal lett erősebb a dinár. Megfigyelhető, hogy minden hónap közepén ugrik meg az euró árfolyama. Ilyenkor számolják el a bankok a deviza alapú kölcsönöket, állítják a szakértők. Mintegy 80 újságíró és velük szimpatizáló polgár vett részt, az újságírók nem térdelnek le. Miniszterelnök úr ki a védelmi miniszter elnevezésű tiltakozó rendezvényen Szabadkán. A résztvevők követelték, hogy Alekszandar Vučić miniszterelnök haladéktalanul váltsa le Bratislav Gašić védelmi minisztert szexista kijelentése miatt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy véleményük szerint az újságírói szakma nincs eléggé megbecsülve Szerbiában. Ez az az ominózus mondat, amellyel Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter megsértette Zlatija Labovićot, a B92 televízió újságírónőjét. Alekszandar Vučić miniszterelnök tavaly december 7-én azt mondta, hogy emiatt nem maradhat tovább miniszter. Gašić azonban még mindig a szerb kormány tagja. Mi újságírók és újságírónők követeljük, hogy biztosítsák számunkra, hogy objektíven és időben tájékoztathassuk a polgárokat minden számukra jelentős kérdésről. A szabadkai megmozduláson a kezdeményezés kiáltványának szövegét magyarul Basit Gréta, szerbül pedig Vanya Kolár újságírók olvasták fel. A Városháza előtt összegyűltek, követelték Bratislav Gašić védelmi miniszter leváltását. Cíl našeg današnjeg okupljanja jest zapravo jeden jedini, a to je smena ministra odbrane Bratislava Gašića zbog njegove seksističke izjave novinarke sa B92, između ostalog i prava novinara da budu informisani. A rendezvényen résztvevő újságírók kiemelték, hogy sok kollégájukat megfélemlítik, anyagi és szakmai szempontból is zsarolják a mindenkori hatalom gyakorlói. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az újságírói szakma nincs eléggé megbecsülve Szerbiában, amiről részben maguk az újságírók is tehetnek. Ehhez jó újságírók kellenek, olyanok, akik elhivatottak, akik hisznek abban, amit csinálnak, akik nem csak krónikások akarnak lenni a saját korukban, hanem olyanok is, akik aktívan befolyásolják a történéseket, és ezért tesznek is, mégpedig úgy, hogy megpróbálják a közvélemény figyelmét felhívni a fontos dolgokra,
és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a legobjektívebben tudják megtenni. A szabadkaihoz hasonló megmozdulásokat Szerbia szerte még 12 városban szerveztek. A belgrádi tiltakozáson a tudósítások szerint körülbelül 300-an voltak. Továbbra sem csökken a Szerbián keresztül haladó migránsok száma. Minden nap 2 és 3 ezer közötti közel-keleti és afrikai gazdasági menekült lép be Szerbiába Preševónál, akiket buszokkal szállítanak Sídig, ahonnan Horvátországon keresztül Nyugat-Európa felé folytatják útjukat. A legfontosabb feladat, hogy a Szerbiába belépő migránsokat regisztráljuk és leellenőrizzük a hátterüket, hogy veszélyt jelentenek-e Európára, jelentette ki Nenad Ivanišević, szociális ügyekkel megbízott államtitkár. Hozzátette, hogy tavaszra újabb migráns áradatra készülnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a menekülteknek emberhez méltó körülményeket tudjanak biztosítani. Ono što jeste veliko pitanje i mi se pripremamo za situaciju šta će biti na proleće. Dakle, svi naši kapaciteti, mi ćemo prihvatni centar u Preševu obići sutradan, vidjeti šta je još neophodno da bi dočekali spremni proleće, jer nećemo da se, ako se ponovi situacija, a nažalost situacija na, u zemljama odakle dolaze migranti, pre svega Siriji i Iraku, se ne smiruje, nego još više eskalira. Dakle, pretpostavka je da će se taj priliv migranata nastaviti, ako ne i povećati. Mi hoćemo, dakle, da sve kapacitete na ruti, celoj ruti, dakle, od Preševa do Šida, odnosno do izlaska iz Srbije, ojačamo da bi prolazak tih ljudi bio što brži, što nesmetan i uz najbolje moguće humane uslove. Megközelítőleg 900 migráns indult el Horvátországba ma délelőtt a Sídi vasútállomásról az őket szállító vonattal. A tegnapi nap folyamán 2 menekültekkel teli szerelvény is elhagyta a vasútállomást, vagyis hiába mondták korábban, hogy télen szünetel a migráns vonulás, Síden továbbra is nagy a forgalom. 9 autóbusznyi menekült várakozott kedden délelőtt Adaševcénél, további 400-an pedig a Sídi vasútállomásnál elhelyezkedő pihenőhelyen vártak az értük jövő szerelvényre. Legtöbbjük a nehéz útra panaszkodik. Very difficult road. The snow is very, very, very much. The rain is very much, but very difficult. Everything is very difficult. See to Greek. Children cry and scary and travel in night 12 o'clock 3 hour in sea very very scary dangerous. A Preševóból érkező migránsokat szállító autóbuszok sofőrjei szerint a Szerbiába érkező menekültek száma ugyan csökkent az utóbbi hetekben, az országba való áramlásuk azonban nem szűnik. Šta je situacija u Preševu, jel možda znaš nešto o tome, jel pun Preševu? Pa dolaze većinom uveče oko 500-600 hiljadu, sve zavisi kad kako. Nekad nema 2-3 dana, nekad ima svaki dan. A télies időjárás ugyan a migránsokat is megviseli, de a sofőrök sincsenek könnyű helyzetben, hiszen elmondásuk szerint van, hogy napokig kell várniuk az Adaševcénél lévő parkolóban, mire le tudják szállítani járműveikről a menekülteket. Ljudi, autobusu, šta ću, moram motor da radi, da ih grem, imam malo deca, to je problem. Adaševcénél továbbra is számos önkéntes van, akik igyekeznek minden szükséges lételemet biztosítani az érkező migránsoknak. Elmondásuk szerint fel vannak készülve a következő hetekre előrejelzett fagyokra is. Danas se šator ima grijanje unutra, nije, to je baš neka mjesto koje ljudi dolaze da odmari se relaksira malo od puta dođe iz autobusa, ima zime, su mokre, neke puta dolaze mokre i mi smo kao jedan punt da on malo odmari to. A délelőtti órákban szigorú ellenőrzések közepette minden érvényes dokumentummal rendelkező migráns elhagyta a Sídi vasútállomást. A délutáni órákban azonban újabb 4 menekültekkel teli autóbusz érkezett, akik a következő járatra várnak. A közeli pihenőhelyen csak azok maradtak, akiknek nem voltak meg a megfelelő papírjaik, illetve a komolyabb orvosi beavatkozásra szorult egyének és családtagjaik. Azokat a migránsokat, akik nem tudták igazoltatni magukat, nem hivatalos információk szerint Belgrádba szállítják vissza, majd ott menedékjogot kérhetnek, ellenkező esetben deportálják őket.
A német hatóságok naponta több száz, javarészt Svédországba tartó menekültet küldenek vissza Ausztriába a Dublini egyezmény értelmében, közölte a német szövetségi rendőrség szóvivője. Csak vasárnap 260 menekültet küldtek vissza Bajorországból Felső Ausztriába. A dublini szabályozás értelmében Európai Uniós tagállam csak akkor vesz fel menekülteket, ha azok az érintett tagállamban kívánják előterjeszteni menedékkérelmüket. Azonban, ha a migránsok egy másik EU tagállamban kívánnak menedéket kérni, így például Svédországban, akkor a német hatóságok nem engedik őket tovább utazni. Az elmúlt hónapok során naponta tucatnyi migránst fordítottak vissza a német határon, mivel nem nyilatkoztak arról, hogy Németországban szeretnének menedéket kérni. Az osztrák-szlovén határon is visszaküldik azokat a migránsokat, akik csak át akarnak utazni Ausztrián anélkül, hogy menedékkérelmet nyújtanának be. Ötven évvel ezelőtt Vajdaságban másodikként egy topolyai fiatalokból álló csapat megmászta Európa legmagasabb csúcsát, a Mont Blanc-t. A természet szépsége és a kalandvágy hajtotta a fiatalokat, akik előzetes tanfolyam nélkül, kezdetleges felszereléssel meghódították a több mint 4000 méter magas hegycsúcsot. Nagyon sok. 1965. augusztusában 4 kalandvágyú fiatal vonattal, ketten pedig motorbiciklivel indultak útnak Topolyáról a Mont Blanc-ra. Az idén 85 éves Bálint Lajos is a csapat tagja volt. Egy síksági embernek gondolom felejthetetlen. Felejthetetlen élmény volt, azért, mert Európának a legmagasabb csúcsát másztuk meg, a 4807 méter magas, attól függ, hogy hát mennyi hó van rajta, az szerint változik a magassága. Bálint Lajos Szlovéniában volt katona, ott ejtette rabul a természet, a hegyek szépsége. Onnantól kezdve többször is tett hegymászótúrákat a júliai és a kamniki alpokban, majd egy könyvhatására tűzte ki célul a Mont Blanc megmászását. Tanfolyamon nem vettek részt, könyvekből tanulták a hegymászás alapjait, majd kezdetleges felszereléssel nekivágtak az útnak. A Mont Blanc megmászása nem volt kalandoktól mentes. Egyszer csak hallom, hogy hát fönt a Midi oldaláról kő zuhanás hallatszik, mondom, vigyázzatok, kőlavina. És akkor ottan lekurgoltunk, és abba a tumultusba véletlenül úgy jött, hogy hát én a Verbászi Andrásnak a hátára, vagyis a vállára ráléptem a hágóvassal. Na nem volt semmi komolyabb baj. A nagy kaland után a Topolyai Hegymászó Egyesület elnökeként tevékenykedő Bálint Lajos számos hegyi túrát, síelést, korcsolyázást szervezett a fiataloknak. Mára sajnos az egyesület már nem működik, de a 85 éves hegymászó még tavaly előtt is túrázott Olaszországban, az Isonzó völgyében. És akkor ott a kisházba ottan laktunk. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben hétfőn este megtartották a népszerű nemzetközi kvízjáték, a Quiz Night első vajdasági szintű versenyét. 25 csapat versengett tartományunk 8 településéről. A játékot 7 évvel ezelőtt kiötlő budapesti Barta Álmos vezette a versenyt. A Quiz Night azóta átterjedt Ausztriára, Vajdaságra és Erdélyre is. Van 20 városunk összesen, 37 különböző helyszínen, és ilyen 2500 ember az, aki játszik hétfőnként. Ennek a nagy része Magyarországon van, de olyan 500 ember Magyarország határain túl játszik velünk. A délvidéki óriás kvízen a települések játékmesterei is játékosként mérettették meg magukat. Topolyai csapat tagja még nem voltam, úgy értelemszerűen, hiszen Topolyán én vezetem a kvízt, úgyhogy most fogok velük először egy csapatban játszani, szerintem jó lesz, és majd hozzá tudok tenni a játékhoz és az eredményhez. Az Entán összesen 8 csapat játszott eddig, ami igen, úgy érezzük, hogy nagyon jó, és izgatottan várjuk mindig a hétfőt, ez a hétfői napot kicsit átalakítja, az egész hetünket átalakítja. Hétfőn már mi megkezdjük Szabadkán a kvízt, úgyhogy akit érdekel, egy ilyen első este az jövő hétfőn lesz, úgyhogy lehet jönni, lehet jelentkezni, akár nálam, akár csak úgy megjelenni, most a Kleinhaus nevű helyen játszunk. Az izgalmas és igen szórakoztató megmérettetés végén a magyar kanizsai Ádám nevű csapat örülhetett a győzelemnek, mögötte a török kanizsai két balfélteke és az entai barna sör csapata végzett. A Quiz Night idei versenysorozata január 25-én kezdődik, tétje a budapesti döntőbe jutás.
Edith Piaf 100. születésnapjának emlékére készült a Piaf Menet című koncert előadás, amelynek első reprízét hétfőn láthatták Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A hagyományosnak cseppet sem mondható előadás a tragikus sorsú művésznő életéből villant fel részleteket, a dalok pedig mintegy másfél órán át franciául szólnak. Száz éve született Edith Piaf, a francia sanzon felejthetetlen csillaga. Ennek emlékére 20 ismert és kevésbé ismert Piaf sanzon hangzik el a Kosztolányi Dezső Színház és az Újvidéki Színház közös előadásában. A darab különlegessége, hogy a színészek francia nyelven kommunikálnak és énekelnek a színpadon. A főszerepet Mezei Kinga játsza. Egyrészt Edith Piafot magyarul énekelni, azt gondolom, hogy pont azt vesszük el ettől a francia sanzon világtól, amitől ez nagyon egyedi. Másrészt pedig ez egy olyan kihívás is tulajdonképpen, ami nekem számomra magamba egy kihívás. Tehát, hogy én ezeket a dolgokat franciául szerettem volna énekelni eredetibe és aranyba. A férfi szerepeket Újvidéken Kőrösi István, Szabadkán pedig Mészáros Gábor alakítja. Mivel teljesen más két személyiségről van szó, így hát nem is lehet teljesen ugyanaz. Végül is látható, szóval, hogy a gesztusok persze igen, de más azért természetesen a két ember miatt így. A dalokat Varga Iván kíséri zongorajátékával, beépülve a díszletbe a zongora mögé. Koncertekre már vettem egy színpadon, de azért egy színházi előadás az merőben más. Főleg úgy, hogyha végig zene szól. Tehát azért itt ugye 21-22 dal van, és hát a sanzon műfaja az egy külön történet, ugye nincs tempó, és folyamatosan figyelni kell az előadóra. Edith Piaf ismert és kevésbé ismert sanzonjait remélhetőleg havi bontásban láthatják majd, hol Szabadkán, hol pedig Újvidéken. Lionel Messi nyerte el 2015-ös teljesítménye alapján a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, valamint a France Football magazin által közösen odaítélt FIFA aranylabda díjat. A Barcelona 28 éves argentin válogatott játékosa 2009, 2010, 2011 és 2012 után 5-5-ször érdemelte ki az elismerést. A győzelemre előzetesen a legesélyesebbnek tartott támadó az előző szezonban triplázott a katalán sztárcsapattal. Megnyerte a spanyol bajnokságot, a spanyol kupát és a bajnokok ligáját is. Messi a Real Madrid portugál játékosát Cristiano Ronaldót, illetve csapattársát a brazil Neymart előzte meg a szavazáson. A szintén a Zürichi gála keretében átadott az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc díjat a brazil Wendell Lira kapta. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az alacsony felvásárlási árak miatt a sertéstenyésztők az állomány felszámolásán gondolkodnak. Öngyilkos merényletet követett el egy szír állampolgár Törökországban, legalább 10 meghaltak. Továbbra sem csökken a Szerbián keresztül haladó migránsok száma. 50 éve 4 kalandvágyó topolyai fiatal megmászta a Mont Blanc-t. Köszönöm figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonertv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!